és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, 19. hétközi vasárnapot ünnepeljük a Szent Misét pro populo, tehát a népért. Ajánlom fel, mint plébános. Most vizsgáljuk a lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életbe. Tökéletesi szívünkben a fogadott fiúság lelkületét,
hogy a megígért örökséget elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Királyok első könyvéből. Az áldozat bemutatása után Illés prófétának a Kármel hegyéről menekülnie kellett Izebel királyné haragja elől. Illés visszavonult a pusztába egy napi járóföldre. Odaérkezett egy borókabokorhoz, leült alá és a halálát kívánta. Azt mondta, most már elég, uram, vedd magadhoz lelkemet, én sem vagyok külön atyáimnál. Ezzel lefeküdt és elaludt. Egyszer csak egy angyal megérintette és így szólt hozzá, kelj föl és egyél. Ahogy föltekintett, íme a fejénél egy sűncipó, meg egy korsó víz volt. Evett és ivott, aztán újra lefeküdt aludni. Ám az úrangyala másodszor is megjelent, megérintette őt és ezt mondta, kelj föl és egyél, mert különben túl hosszú lesz számodra az út. Illés fölkelt, evett, ivott, aztán ennek az ételnek erejéből 40 nap és 40 éjjel vándorolt egészen Isten hegyéig, a Hórebig. Ez az Isten igéje. Akivel megvagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jó indulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk Istennek jó illatú áldozati adományként. Ez az Isten igéje. Jézus mondja, én vagyok az égő szállott élő.
Abban az időben a zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta, én vagyok az égből alászállott kenyér. Így érveltek. Nem Jézus ez Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját. Hogyan mondhatja hát az égből szálltam alá? Jézus azonban így szólt, ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet hozzám, ha csak az Atya, aki engem küldött, nem hozza. És én feltámasztom az utolsó napot. Megvan írva a prófétáknál, mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát tettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne halljon. Én vagyok az égből alá szállott élő kenyér, aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, a világ életéért. Ezek az evangélium. Köszönöm, testvéreim, mielőtt rátérnék a mai prédikációra, egy kicsikét hagy villancsak fel egy-két szentet a múlt heti szeretett adományokból, amit elénk tett az egyház. Jövő héten és utána héten is rengeteg olyan szentünk lesz, akik valamiben nagyon-nagyon megmutatják, hogy másként is lehetne, vagy hogy lehetne élni. Augusztus 7-én nem annyira ismert szentő, Szent II. Sixtus pápa és társai vértanúk emléknapja volt. Amikor reggelit pisíztem, akkor ugye felolvastam a kis rövid emlékedést róla, és azt olvastam, ugye, hogy a pogány Valériánus császár halálbüntetés terhe alatt tiltotta meg a keresztényeknek, hogy a temetőkben összegyűljenek halottaik sírjánál. A pápa 258-ban a tilalom ellenére szentmisét mondott a római Calvinus temetőben, és a katonaság a helyszínen konszolta fel 4 szent papjával együtt. Eszembe jutott az, hogy amikor még fiatal is csumasz voltam, olyan 80-as években, 10x éves, nagyon szerettem Gyűrre járni, Mánya Gyűrre, ifjúsági találkozóra. Ahol tudtuk azt, hogy ott lesznek majd az állam részéről fényképésznek, akik bennünket fényképeznek, hogy ki van itt az ifjúsági találkozón, ki imádkozik, és aztán ezt majd elküldik meg, megmutatják, hogy ne vegyek minket fel a főiskolára, amiből hátrányunk fog származni. Olyan büszkén, kiváltképpen én mondtam is ott valakinek, hogy figyelj, hogy nyomják a fényképet rólam, én erre büszke vagyok, hogy én katolikus keresztény vagyok, és én ezt mennyire élvezem, hogy itt vagyok, ifjúsági ilyen találkozó. És itt Sixtus pápa is ezt csinálta igazából, megtiltották nekik, hogy misézzenek, halálbüntetés terhe alatt tömegtette, meg is ölték. Ma nincs megtiltva semmi. Ma mindenki jöhet. Ma nem fényképeznek. Nem lesz senkinek hátrány abban, hogyha iskoláskorban, főiskoláskorban, munkahelyén, bármilyen munkahelyettől be, lehető bármilyen állami tisztviselő, a templomba jön, nem fogják a családját megfúcszolni, és nincsenek itt. És ebből azért az ember rájön arra, hogy azért a szabadosság, ez a szabad elvűség, ez a liberalizmus, ez valahol sokkal rosszabb, mert mi akkor akartunk keresztények lenni, akartunk katolikusok lenni, most pedig úgy langyosak vagyunk. Hát jó, van lehet, de van ennél fontosabb is, van látni fogjuk, hogy van ennél sokkal fontosabb, hogy meg kell tennünk, mint azt, hogy misére jöjjünk. Mivel akkor külön azért, mert csak azért is megmutatjuk. Úgy láttam egy kis párhuzamot a kettő között. Aztán jött a Szent Lőrinc diákonus és vértanú, akinek ugye azt mondták, hogy ugye tudjuk jól, hogy szombaton tennap ünnepeltük őt, hogy megégették Lőrincet, ő a szegények védőszentje,
amikor mondta neki a császár, hogy hozza elő a egyház kincseit, azt mondta, hogy most soha nem meg ilyen fog hozni, odaüte a személyeket, hogy ők az egyház kincsei. Mi is azért odafigyelhetünk erre, hogy kik az egyház kincsei. De azért ezt szeretjük ugye elmondani, hogy van a Caritasunk, a Márta, ők segítsék őket, igenis segíteni kell a szegényeket, de nem itt a templomban, meg így, meg úgy, mert azért ebből mindig nehézség problémák vannak. Aztán a mai nap szentje, Szent Klára szűz, ugye még a vasárnap versére nem emlékezünk meg róla, de nekem ez nagyon tetszik. 18 évesen tette le fogadalmát Assisi Szent Ferenc kezébe. Mai 18 éves lányok hol tudnak így elköteleződni? Tehát azt tudják, hogy a hányban van a gépen, meg hogy én nyomják a gépeket, sok mindent meg tudnak csinálni, de hogy elköteleződjenek, ne tegyék az életüket, hogy hát az nagyon nehéz. Még 35 évesen is milyen nehéz eldönteni, hogy férhez menjek, vagy mi legyen, hogy legyen még, mit szeretnék tenni az életemben. Hogy jó lenne, hogyha mindenki érezni, hogy menni az életben előre, nagy ajándékot megismerni. Hát röviden itt akartam mondani, csak hogy felvillantani egy-két szentünket, de jövő héten is rengeteg szép szentünk lesz. Mai napon arról beszélnék, hogy az első egyetemes könyörgés majd így hangzik, erősíts meg minket, Urunk, hogy állandóan készüljünk a veled való találkozásra. Erre mondjuk, hogy kérünk téged, hallgass meg minket. Tehát erősíts meg minket, hogy állandóan készüljünk a veled való találkozásra. És mindhárom olvasmány igazából erről szól. Jó volt ezt így átlátni, mind a három olvasmány meg lehet találni azokat a pontokat, ami a Jézusra való találkozásra segít bennünket. Ugye olvasmányban azt hallhattuk, hogy Illés próféta menekül Izabel királyné haragja elől, és megunja ezt az egészet. Azért mi is sokszor vagyunk így, hogy már Uram, már bele van a hócikon, hagyjuk már, inkább úgy meghalni, én már nem akarom ezt már csinálni, most már megint ugyanúgy. És hát ez nem a mi dolgunk, hogy mi ezt kérjük az Istentől bizonyos események kapcsán. És ahogy Illést is kicsit megrázza az Úristen, és azt mondja neki ugye, amikor elalszik, hogy itt egy cipó, itt van egy kis víz, és ezzel a segítséggel te meg tudod tenni azt, amit kell. És van 40 napon keresztül, hogy a vándorol, eljut a Horebig. Mi is érezhetjük ezt, hogy mindig megkapjuk azt a kis cipót, azt a kis vizet, ami segít bennünket abban, hogy az életünk útján oda elvándoroljuk, ahova kell. Ennél neki nem kellett több. Én azt látom, hogy mindenhol, most éppen tennap Léván voltam, ott miséztem egy nagyon szép Mária-kegyhelyen, azért ott is láttam, hogy a szlovák testvéreink, a Szlovákiában élő magyar testvéreink, ha így mondom, ilyen normálisan, de a szlovákok is különben, lázadnak, ahogy mi is lázadnak. Nincs elég ez. És azt látom, nagyon sokszor ezt látom, hogy az ember megismer, hogy nem azért lázadnak, hogy nagyon rosszul élnek. Jó lenne egy nagyobb tévé, nagyobb kocsi, egy nagyobb lakás, egy kicsit ezzel többet, több ruha, vagy mit tudom én. De nem látom azt, hogy annyira szegények lennének, hogy nekik ez nem lenne elég. Elég az élet, az anyagi. Ugyanígy a lelkiekben is kapunk rengeteg mindent, rengeteget. Ahhoz, hogy érezzük azt, hogy Jézus velünk van az utunkon. A bántanak is, ha nehéz, ott van mellettünk. De lehetne beszélni a szentekről, a szentségekről, rengeteg mindenről. Következő a Szent Lecke, szintén egy olyan szép fölfedezés volt számomra, hogy elolvastam a Szent Leckét, mondom, jaj, de gyönyörű, hogy ezt olvastuk, hogy legyen tárgyult előttek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás, lehetek egymás olyan jó indulatúak, és úgy az ott eszembe, hogy a reggeli imáig néha olyan megszokottak. Elmondjuk a mi atyánk üdvözlés szélső gondolata, saját szavainkkal már nincs annyi időnk, ez egy gyönyörű reggeli imádság lehetne. Gyönyörű. Ha az ember megjegyzi ezt, hogy Szent Pál apostol Efezusi apostol leveléből van, hogy 4.35.2-ben található ez meg, hogy így imádkozzál mondjuk reggel, amikor fölkelünk, így megyünk a munkába, a napot így kezdjük, hogy Uram, add, hogy legyen távol tőlem minden keserűség.
minden indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Tarts távol tőlem, és mindig bosszant, és mindig szembe jön. Tudom, hogy sokszor beszélek erről, de engem a csúnya beszél annyira irritál, amikor egy keresztény szájából hallom, és most tegnap is voltam egy családnál, és ott is a kisgyerek mondja anyuka, és mit mondtál, mit hallottam tőle, mondja, nagyon csúnya szó. Ha ne helyezni meg, az ne, nem kell megismerni, nem mondja többet, hogy tanulta, itt vagy ott tanulta. Na, kit érdekel, hogy hol tanulta, de miért kell? Hát én nem tudom, és néha tényleg a testvérek is olyan könnyen kimondják, hogy ez vagy a trágárok vagyunk, és nem tudunk úgy lenni, és ez milyen szép, hogy legyen tőlünk minden szóváltása, már nem, ne legyen ilyen. Hát ezt kérjük, és plusz azt is kérjük, hogy add uram, hogy legyek inkább jó indulatú a másikhoz, attól legyek könyörületes, hogy megbocsássak neki, ne, amit tennap kaptam tőlem, mondjuk a munkájában, azt ne nyomjam még rá. És ahogy Isten is megbocsátott, köszönöm neked, Uram. Gyönyörű reggeli gyurancsán. Három sor az egész. Hogyha odafigyelve, átéléssel mondom, úgy sokkal szebb lett a napom. Úgy szoktuk mondani, hogy felöltöztetjük a lelkünk. Egy csak egy ajándék lehetne, és ezzel is, ahogy mondtuk ugye, hogy állandóan készüljünk a vele volt találkozásra. Hiszem, hogyha aki így él, az készül a vele volt találkozásra. És a harmadikban a legkönnyebb, amit én nagyon szeretek, ugye én vagyok az élet kenyere, és aki ebből a kenyérből eszik, az örökké él. A készületünk nagyon fontos része az én életemnek, de azt mondom, milyen meg kiváltképpen, hogy mindig áldozni akarunk. Hiszem, hogy az örök élet kenyere az arról szól, aki eszi az én testemet, az a mennyországba kerül. Ez az igazi készület. Persze van egy hátsó része is, vagy egy előzménye, hogy így mondjam, méltóvá kell válni a kenyér vételére. Hát úgy kell élnünk, hogy amikor kijövünk, akkor nem legyünk megterhelve, nem is lehetünk megterhelve haraggal, indulattal, ilyenekkel, hanem csak tiszta lélekkel. Ez az igazi készület. És mivel nem tudjátok sem a napot, sem az órát, ezért fontos az, hogy mindig készen álljunk. Adja jó Isten, hogy így legyen, és így találjunk bennünket valamikor szólít. Hiszek egy Istenben. Testvéreim, a mi Urunkat, Jézus Krisztus, hogy eljövetele mindenkor készen találjon minket. Erősíts meg minket, Urunk, hogy állandóan készüljünk a veled való találkozásra. Add kegyelmedet, Urunk, hogy a kinyilatkoztatott igéig készséges hallgatói legyünk. A tanító egyházat segítsd, Urunk, hogy a hit erejével meggyőzze a világot. A nemzetek egymástól eltérő hagyományai megőrítsenek akadályt a hit terjedésének útjában. Embertársai üdvösségének reménye erősítse az ige hirdetők nehéz munkáját. Itt könyörgő híveid, nyerjék el tőled a végső álhatatosság kegyelmét. Istenünk, ad kegyelmedet, hogy engedelmes gyermekeidnek bizonyuljunk, és hűséges tanítványai legyünk Szent Fiadnak, aki él és uralkodik mindörökkön.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves tegyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogad meg engesztelődve egyházad áldozati adományait. Jóságodból Te adtad azokat, hogy felajánljuk neked, és Te változtatod át hatalmaddal üdvözítő áldozatunká, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindenütt hálát adjunk Téged, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül. Az idők járásának Te szabtál törvényt, a Te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesebbként uralkodjék minden művedem, s nagy tetteidért szüntelen magasztaljon Téged, Krisztus, ami Urunk által. És ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel énekünk, és hálás szívvel zengjük. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kegyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.
Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörük érő minnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságot szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Bernát apáttal, II. Sixtus pápával, Szent Lőrinccel, Szent Klárával, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Jóisten szeretete kiárat a szívünkbe a Szentlélek által, ezért most mondjuk nagy bizalommal. Mi Atyád, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is, minden, ami kegyedünk meg, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem békét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodó a mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a tőled kapott szentség jeledel vétele, üdvözítsen minket és erősítsen meg, hogy mindig igazságot fényében járjunk Krisztus, ami Urunk által. Értem a testületnek, hogy holnap hétfőn 6 órakor a Nemzetközi Fúvóstapok Fesztivál keretében a Magyar Rendőrség Zenekara koncertet tart a Vármegyeházán, de első esetén itt a Belvárosi Templomban lesz ez megtartva, körülbelül 6:30-tól, hiszen félkor van szentmise, és mire átpakolnak, ha ide jönnek az ezlezzel, reméljük, hogy lesz eső, vagy mégse reméljük, mert eső kéne, hát már meglátjuk, hogy mi lesz. 14-én, augusztus 14-én az előesti szentmise lesz, ugye, Nagy Boldogasszony előesti szentmisének számít már 14-én este. 15-e az kötelező ünnep, arra mindenkinek el kell jönni szentmisére. Aki nem tud eljönni 15-én, akkor még 14-én este megteheti, hiszen érvényes lesz 15-ére. Ezen a napon 15-én pedig a szentmisénket reggel 7 órakor tartjuk itt a templomban, illetve este 6 órakor, tehát 2 szentmise lesz, 7-kor és este 6-kor Szexárdon. 17-én, 10 órakor májai időn, az Egyházmegye fogadalmi búcsúja, Nagy Boldogasszony ünnepéhez csatlakozóan lesz egy nagyon szép egyházmegyei búcsunk. Erre lehet venni a testvéreknek. Amit mi fel tudunk ajánlani, az, hogy Attila atya a kis busszal reggel 8 órakor indulna, és akkor hétfőt el tudna vinni. De erre jelentkeznek én a sekrestében, mert ahogy betelt a kis busz, akkor már többieknek maguknak kell megoldani ezt az elmenetet. 2000 forint lesz a költség. Kovász Fesztivál is lesz, családok számára Pécsen, aki el szeretne menni. 19-én a program egy plakáton olvasható, nagyon sok minden van ilyenkor a Szikes Egyház körül, aki megnézi egy családi kirándulásként, szerintem teljesen jó lehet ez, hiszen augusztus 20 előtt lesz ugye szabad nap, a nyolta lehet egy kirándulást szervezni a gyerekekkel, érdemes megnézni a plakátot. A 8. osztály és a középiskolát kezdő, tehát aki most kezdik a 8. osztály, a középiskolát, azok ugye bérmálkozhatnának 2 év múlva, és nagyon szeretném, hogyha nálam jelentkeznének, nem én fogom tanítani őket, hanem az Attila atya, de nálam kéne jelentkezni ezeknek a fiataloknak, mert szeptembertől már kezdődne számukra a hittan. Láttam, hogy Beatrix, hát örültem neki, aki most bérmálkozott, és majd azt szeretném, hogyha nekik is az ifjúsági hittan 2 hetente egy másfél órát a idén bérmálkozottaknak majd lenne, azt én fogom továbbra is tanítani. A Szent József Iskola Központ iskolai pótbeiratást hirdet, amelynek időpontja augusztus 21-én szerdán 8-tól 12 óráig tart. Ugye azt jól tudják a testvéred, de majd jövő héten be is mutatkozni Szavári Attila, aki a iskola igazgatója lesz. Nagy elánnal, nagy szeretettel jön ebbe az iskolában, férfi tanárokat fog hozni egy párat. Én is most tanítani fogok több órát az iskolában, többet leszünk jelen. Szeretnénk egy igazi katolikus iskolát összehozni valahogy, nem tudom, nem lesz könnyű feladat, de bízom benne, hogy nagy reménnyel állom neki. Ez kell a testvérek segítsége is, és bízom benne, hogy a szülőkkel is lesz egy nagyon jó kapcsolat, egy igazi jó iskolát. Eddig is jó iskola volt különben, csak a város nem tudta, vagy nem akarta elfogadni. A tanárjaink, a jó tanárjaink, ugye, mert jó tanárok azok mind elmentek, ugye gyakorlódja oda. Hát az érdekes volt, hogy azért nem jó iskola, de mégis azért jöjjenek hozzánk a jó kis tanárok. Hát ez mind olyan érdekes dolog volt. De a lényeg az, hogy most még egy nagy lendülettel szeretnénk nekiállni, és Attila jövő héten fognak bemutatkozni, és elmondja, hogy milyen tervei vannak. Fogadjuk a jót is nagy szeretettel, ő a Szavár Attilának. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szemlésénk véget ért, menjetek békével küldetéstek van. Istenem.